Első alkalommal szerveztek lövészversenyt a Tolna megyében szolgáló fegyveres rendfenntartó szervek munkatársainak. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság és az alá tartozó szervezeti egységek, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Tolna megyében fegyveres szolgálatot ellátó egysége, valamint a Tolna megyei rendőrfőkapitányság fegyveres biztonsági őrsége, aki itt van. A szervezők igyekeztek olyan pályákat kialakítani, amiken a feladatok a rendőri munka során előforduló éles helyzeteket szimulálják. Megpróbáltuk ezeket a lőgyakorlatokat úgy alakítani, hogy igazodjanak a rendőrségi elvárásokhoz, illetve olyan szituációkhoz, amelyek az utcán is várhatják őket, főleg itt a csapatpálya, ahol hárman dolgoznak együtt. Fehér! Ezen kívül próbáltunk mind dinamikus, mind statikus pályákat összeállítani, ahol szükség van egyrészt a lövőnek a pontosságára, másrészt pedig a gyorsaságára is. Együtt kell a kettőnek ugye jelen lenni, hogyha pontos lövész szeretne, illetve jó eredményt elérni majd egy versenyen. Ez a lövészverseny nem csak abból a szempontból volt különleges, hogy a résztvevőknek konkrét szituációs gyakorlatokat teljesítve kellett a legpontosabban vagy éppen a legrövidebb idő alatt lőniük. A verseny érdekessége volt az is, hogy főként pisztolyokat kellett használni, nem pedig puskákat. Minél rövidebb egy fegyver, annál nehezebb használni. Ugye a laikusok azt hiszik, hogy pisztolyal nagyon könnyű lőni. Pisztolyal a legnehezebb lőni, az mindig a legnehezebb műfaj, és minden nagyobb kaliberű az adott fegyver, annál nehezebb. Annál nehezebb kezelni, ugye annál komolyabbat rúg a fegyver, annál keményebben kell tartani. Megdolgozza a lövész nagyon a maroklő fegyver, nagyon sok gyakorlást igényel, már kisebb távokon is, tehát 15 méteren is viszonylag komoly lőkészség kell ahhoz, hogy valaki pontosan tudjon lőni maroklő fegyverre. A rendőrségi alapszituációk végrehajtása az mind pisztoly lőgyakorlatokra épül, azonban itt mi is beletettünk egy néhány lövéses karabélypályát. Alapvetően a vadászoktól abban térnek el, hogy mi a célja magának a fegyverhasználatnak. A versenynek bár Tolna megyei nevezők vettek rajta részt, mégis a Baranya megyei Szászvár lőtere adott otthont. A helyszínválasztás oka pedig az volt, hogy az országnak ezen a részén kizárólag itt van olyan pálya, ahol meg lehet rendezni egy ennyire összetett feladatokat tartalmazó lövészversenyt. Egy nagyon komplex pálya. A gépkarabély lövészettől kezdve a karonglövészetig mindenre alkalmas. Két szövetségnek vagyunk a tagjai, akik mind a ketten, két szövetség más palettán lő, és mind a két palettát végig lehet lőni ezen a pályán. 12 önálló IPSC pálya van, egy 200 méteres hosszú, nagy puska, nagy kaliberű puska pálya, és egy 20 lőállásos lőápisztoly és gépkarabé pálya foglalja össze az egész területet. A maga a lőpálya az 1 hektár, 10.000 négyzetméter, és körülötte még 3 hektár védőzóna helyezkedik el. A szászvári versenyen végül 4 kategóriában hirdettek győzteseket. A nők között Bogár Dalma lett a legjobb, a férfiak közül Kertész Roland állhatott a dobogó legfelső fokára, míg a lőkiképzők között Héregi Tamás nyert. A csapatszámokban pedig a szekszárdi rendőrkapitányság B csapata bizonyult a legjobbnak.